új életmentő készüléket vettek a szakrendelő ügyeletére. A szívfunkciók és az oxigénellátás mérése mellett külső pacemakerként is képes működni. Baleseti gócpont a kamarerdei buszforduló. Az átépítését már nem csak tervezik, az elképzelések hamarosan meg is valósulnak. És a sztálini hatalomegység elve érvényesül ma a parlamentben, ezt Tóth Zoltán, a DK országgyűlési képviselőjelöltje mondta a Budaörsi Fórumán. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Új életmentő készüléket vásároltak a szakrendelőben az ügyeletre. A berendezés általában a rohammentők felszereléséhez tartozik, de úgy ítélték meg, hogy az ügyelet munkájában is jól jönne. A készülék a szívfunkciók és az oxigénellátás mérése mellett külső pacemakerként is működik, azaz ha kritikus a beteg szívfrekvenciája, akkor képes azt külső impulzusokkal elfogadható szintre beállítani. Vannak olyan kardiológiai kórképek, olyan szívritmuszavarok, amiket monitor nélkül eddig nem tudott ellátni az ügyelet, de mostantól kezdve magas szívfrekvenciájúval járó szívritmuszavaroknak az ellátását is meg tudja kezdeni az ügyelet, ami egy újdonság ennek a monitor funkciónak hála. Ez csak az egyik előnye annak az új készüléknek, amelyet februárban kapott a Budaörsi Egészségügyi Központ orvosi ügyelete. Bár ez az életmentő készülék Magyarországon elsősorban a mentők és a rohamkocsik felszereléséhez tartozik, kiválóan hasznosítható az orvosi ügyelet sürgősségi kocsijában is. Egy olyan eszköz lett, vagy került a birtokunkba, amivel még professzionálisabban és még könnyebben tudjuk ellátni a sürgős eseteket Budaörs és Törökbálint területén. Ez a készülék ez magában foglal egy EKG funkciót, ami eddig is volt természetesen, csak külön-külön eszközökben valósultak meg ezek, vagy külön-külön eszközökkel tudtuk elvégezni a diagnosztikai és az adott esetben a terápiás beavatkozásokat is. A több milliós készülék szükség esetén folyamatosan monitorozza a szívműködést, adott esetben ellenőrzi az intubálás helyességét, EKG-t készít és pulzoximéterrel is fel van szerelve, ami tájékoztatja az orvost a bajba jutott beteg oxigénellátottságáról. A pulzoximéter, ez a szaturáció, az oxigén szaturáció, tehát ez a vérben a oxigén szint, ez nagyon jó, 98 fölött ez teljesen rendben van. Ez pedig a pulzus, a szívfrekvencia, ez a 64 per perc, az is egy nagyon ideális pulzus. Ez a készülék, amit előttem látható, az a LifePak 12-es típusú készülék, ami alkalmas egyrészt az EKG diagnosztikára is, egy elég nagyméretű monitor segítségével látjuk élőben az EKG-t, illetve a szív frekvenciát tudjuk vele kontrollálni, a szívműködésnek a monitorozására vagy monitorozására alkalmas. Ehhez megfelelő elektródák állnak rendelkezésre, amelyek a kritikus állapotú betegek esetében lehetővé teszik a real-time, vagyis az adott időben lévő szívfrekvenciának a monitorizálását. Ez azért nagy könnyebbség számunkra, mert a kiérkező emelt szintű mentőegység, vagy az onnan a pácienst elszállító mentőegységnek az érkezéséig is biztonságban tudhatjuk a pácienseinket, azokat, akik esetleg valamilyen szívritmus zavar, vagy újraélesztést követő kritikus periódusban monitorizálásra szorulnak, de nagyon sok ilyen kórkép van, amikor nekünk ez nagyon hasznos. Nem csak ezt tudjuk monitorizálni, hanem tudunk vele ugye az vérnyomást is készíteni, tehát ez a gép ez erre is alkalmas egyben, egy úgynevezett pulzoximéter segítségével pedig, ami szintén eddig külön eszközben volt rendelkezés állható, ugyanitt a monitoron láthatóvá válik a újra csiptethető egyébként ez az eszköz, az oxigén szint, a véroxigén szint, ami szintén egy nagyon fontos élettani mutató. Hát emellett, hogy ilyen komoly diagnosztikai és monitorizálási funkciói vannak a gépnek, emellett tudunk vele újraélesztésben is aktívan működni. Ezek a pedálok, ezek a
Ezek a gondolom mindenki jól ismeri a filmekből, ez az újraélesztés során egy ilyen sok elektrosok leadásával, ugye a szív gyakorlatilag újraindítását, mondjuk laikusan így tudnám mondani, tudják segíteni. Ezek abszolút részei az újraélesztési protokollnak, ez szintén ebben az egy készülékben megtalálható, tehát miközben zajlik az újraélesztés és monitorozáljuk adott időben a pacienst, az újraélesztéshez használatos eszközök is ugyanebben a készülékben állnak rendelkezésre. Továbbá a készülék az EKG-t is tud készíteni, ki is nyomtatja az EKG-t számunkra, ez megint egy külön készülék lenne, ami ebben a készülékben összpontosul most jelen pillanatban. A LifePak 12 a szív funkciók és az oxigénellátás mérése mellett külső peacemakerként is működik, azaz ha kritikus a beteg szív frekvenciája, képes azt impulzusokkal elfogadható szintre beállítani. Ebben a rutin diagnosztikához szükséges eszközök is megtaláltak, mint a vérnyomásmérő, pulzoximéter, vagy az EKG, tehát szinte minden nap használjuk ezt a készüléket, de olyan éles bevetésre, amikor újraélesztéshez kell használni, az tényleg nagyon ritka eset. Úgyhogy február óta, ahogy említettem, tehát ebben a hónapban került alkalmazásra. Nem is tudom egyébként pontosan, hogy kellett-e használnunk már újraélesztéshez, de időnként ez az egység is belefut olyan esetekben, ahol újraélesztésre van szükség, ez szinte havi rendszeresség előfordulhat. A Budaörsi Egészségügyi Központ által működtetett orvosi ügyelet Budaörsöt és Török Bálintot látja el a nap 24 órájában. A területen több mint 40 ezeren élnek, így rendkívüli mértékben segíti az új készülék az orvosi munka hatékonyságát. A kamarerdei buszfordulóról és egyáltalán kamarerdei ügyekről beszélgetünk. Itt van a körzet önkormányzati képviselője, Kisfalvi Péter. Jó estét kívánok! Jó estét! A kamarerdei buszforduló ez olyan, mint egy végtelen történet. Én már az idejét se tudom, hogy mióta van erről szó. Most egy szomorú aktualitás miatt ismét napirendre került. Februárban elütöttek ott egy hölgyet. És akkor mindenki írt mindenkinek levelet, lakosság még jobban felemelte a hangját. Mi a helyzet most ezzel kapcsolatban? Hát a szomorú hír mellett azért jó hír is van. December elején volt egy lakossági fórum, ahol kaptunk egy jó ötletet az egyik lakótól, hogy mi lenne, hogyha a Kamaraerdei úton megálló 87-es autóbusznak a megállóját áthelyeznénk a buszfordulóba, és akkor nem kellene átkelni a felszálláshoz az egyébként forgalmas Kamaraerdei úton. A lakossági fórumon a városépítési irodaosztály vezető hölgye is részt vett, és hát átbeszéltük, hogy miből mit lehetne csinálni, és ezt olyan jó ötletnek tartottuk, hogy mindjárt hozzá is fogott a városépítési iroda, hogy tárgyaljon egyrészt a 11. kerülettel, valamint a BKK-val a megálló áthelyezése ügyében. El is indult a dolog, BKK is beleegyezett, 11. kerület is jóvá hagyta a dolgot. Meg is tervezték, mert egy kis a kanyarodáshoz egy kis ívmódosítást kell a területen csinálni. Az is elkészült, már csak egy dolog volt hátra, hogy sajnos ahhoz, hogy ezt el lehessen indítani a 11. kerületnek, ehhez építési szabályzatot kell módosítania. De egészen biztos, hogy belátható időn belül ezen is túl leszünk. Legutóbb a képviselőtestületi ülés előtt kérdeztem rá a városépítési iroda vezető úrtól, hogy körülbelül milyen kifutása lesz ennek a történetek, és azt mondta, hogy várhatóan a nyárra ez el fog készülni. Ugye, mert itt a legnagyobb probléma, hogy amikor jönnek le az autósok a hegyről lefelé, akkor egy hirtelen jobbra kanyar, egy majd, hogy nem 90 fokos jobbra kanyarban kell kanyarodni, teljesen beláthatatlan a kereszteződés, és ugyanez van felfelé is, csak közben ott mennek át a gyalogosok, mert hogy a szigetről át kell kelni a túloldalon lévő járdára, hogyha éppen onnan jön a busz, már pedig van, hogy ugye onnan jön. Na ez oldódna meg, hogy akkor a busz bekanyarodna itt a háromszöghöz, és ugyanott állna meg. Így van, pontosan így van. De azért ehhez a történethez egy dolog még azért hozzátartozik. Ám, hogy miután ilyen beláthatatlan az a két kanyar lentől is, meg föntől is, mind a kettő előtt azért ki van téve egy 30 kilométeres sebességkorlátozó tábla, ez a baleset se történt volna meg, hogyha autós társaink, ne adj Isten, betartják az előírásokat. Én megmondom őszintén, amikor a hegyről jövök le, és szeretnék bekanyarodni a Kismartoni utcára, akkor én mindig félve kanyarodok be, mert ugye a busz végállomás tetején ott ki van téve, hogy csak a BKV hajthat be, tehát ott nem lehet bekanyarodni, ha behajtok, akkor szabálytalankodok. Az alján meg pont a kanyarban van az egész, ráadásul építettek egy picike kis szigetet, tehát olyan nagy ívben és úgy kell kanyarodni, hogy többször is volt, hogy rosszul vettem be, és tolatnom is kellett. Tehát az egész olyan lehetetlen. Igen, ez sajnos így van, úgyhogy
én magam is azt szoktam választani, hogy igaz, hogy nem szabad, de ott lehet a legkevésbé balesetveszélyesen bekanyarodni a felső száránál a körforgalomnak, vagy a felső ívén. Úgyhogy lent az tényleg teljesen beláthatatlan és teljesen rizikós a dolog, de hát az a szabályos. Az annak az átépítését sem tervezik? Tehát én nem tudom, hogy annak mi az előnye, hogy oda egy ilyen kis sziget épült. Nyilván eltereli az autókat, hogy aki lefele jön, meg aki felfele megy, de a kanyarodókat megnehezíti. Lentről ez egy pozitív dolog, de aki föntről és onnan szeretne befordulni szabályosan a Torockó utcára, vagy a Kisbartonira, annak ez nem igazán megfelelő. Az előzménye a dolognak az, hogy valamikor a 2000-es évek közepén, 2006 táján azt hiszem a 11. kerület készített is oda egy körforgalom tervet, amivel ez az egész történet sokkal barátságosabban kivitelezhető lett volna. Akkor az volt a terv, hogy az idősek otthonából egy területet hozzácsapnak ehhez a térhez. Akkor ezzel az alsó nagykanyar is ki egyenesedett volna, meg a másik oldalon is hozzátettek volna egy kis részt, ami előtte egy hobbitelkes terület volt, és egy nagyon szép megoldás született volna, ám de 2008-ban bekövetkezett a mindnyájunk által jól ismert válság, és hát az egész építkezés. Ugye ezt azért készítették el, a buszforduló fölötti terület, ami korábban ilyen hobbitelkes terület volt, oda lakóházakat szerettek volna építeni. És az építő építette volna meg? Így van, így van. Közpénzből pedig nem akarja a 11. kerület megépíteni, Budaörs meg nem is építheti? Egyenlőre nem, most azok a hírek vannak, hogy újra napirendre került, hogy ezt a Kamarerdei út és a Torockó utca közötti részt, ezt megint csak elővették, hogy szeretnék beépíteni. Meglátjuk, hogy... Na jó, de hogyha ott körforgalom lenne, akkor hol lenne a buszvégállomás? Mert az oké, hogy meg tud a busz fordulni. Hát ha egy elég széles, többsávos körforgalmat építek, majd is egy kétsávos körforgalom lett volna, akkor minden szépen megoldható. De hát akkor ott egy zebrákat kellett volna építeni, ez akkor is egy eléggé de érdekes De akkor viszont terület. Lehet zebrát építeni, mert most az a probléma, hogy a zebrát nem lehet szabályosan, szabványosan kivitelezni. Most hát akkor a 11. kerület valamikor majd módosítja az építési szabályzatát? Már most módosítás alatt van az építési szabályzat, úgyhogy ez szerintem hónapokon belül meg fog történni, és utána már csak a kivitelezés marad hátra. Na de azért az is pénzbe kerül, azt kifizeti a 11. A kerület? Nem, Budaörs fogja kifizetni, mert mint annyi ilyen közös dologban, ahogy csak felszíni víz elvezetését is közös erővel oldottuk meg a Kamarerdei út alatt, így most ebben az esetben. És egyébként hadd mondjam el, hogy az a buszfordulót, ami most ott a Kamarerdei út és a Torockó utca keresztedősében található, azt annak idején egy ilyen sáros területből a Kamarerdő alapítvány volt, aki pár millióért azt megcsináltatta. Hogy miért nem a város? Hát azért, mert ez 11. kerület volt akkor is, és legalább másfél évünk ment rá, míg az összes engedélyt beszereztük, hogy az alapítvány pénzén ezt megcsináltathassuk. Egyébként ez érdekes, és nyilván ezzel a fővárosi kerületek szenvednek, hogy kerület, meg főváros, meg egyik kerület, meg másik kerület. Budaörs ebből a szempontból jó helyzetben van, mert ami Budaörs, az Budaörs, hát mégsem, mert vannak ilyenek. Leszámítva a szélét, igen. Itt egyébként már a teherautók kitiltása az rendben van, mert hogy ugye beszéltünk róla többször is, hogy pont azért, mert 11. kerület, a BKK adta ki az engedélyt, gyakorlatilag fűnek fának kiadta az engedélyt, rengeteg teherautó járt erre, és akkor Budaörs azt a megoldást találta ki, hogy a saját részére kirakott egy táblát, és akkor ott büntettek is a rendőrök. Így most rendben van a dolog? Úgy tűnik, hogy ezért egy fél éves odafigyelés, egy fél éves büntetgetés azért az rászoktatta arra 12 tonnánál nagyobb összsúlyú teherautókat, hogy más útvonalat választanak maguknak, hogy érezhetően csökkent a forgalom. A most elfogadott idei költségvetésben szerepel, hogy járda épül a Kamarerdei úton, Kamarerdei utcában. Hol épül majd ez a járda? Hát ugyanitt a körforgalomtól, hogyha lefelé megyünk a Kamarerdei úton, akkor csak a lefelé menvén a jobb oldalon van járda, ami szintén át kell menni a Kamarerdei úton. Na, két évvel ezelőtt fogtunk hozzá, hogy akkor próbáljuk megtervezni azt, hogy akkor a másik oldalon is legyen járda, 11. kerület. Hozzájárultak, hogy tervezzük meg. Tervekkel is készültek, de hát aztán már úgy tűnt, hogy tavaly ez el fog készülni, de aztán miután a költségvetési helyzet az olyan lett, amilyen lett,
emiatt a beruházást végül is egy zöld leállította, de bízom benne, hogy idén azért erre sor fog kerülni. És ott lehet járdát építeni, hiszen úgy tűnik, mintha azok magántulajdonú területek lennének, vagy ki kell sajátítani, vagy hogy történik ez közterület, majd? Nem, közterület, ez csak ott lépcsők vannak, amikkel eddig lejöttek a utcáig a lakók. Hát ezeket kell majd kicsit átalakítani, illetve támfalazni, mert ott eléggé meredek a part. Hát akkor nem kis munka lesz, de akkor elméletileg idén ez elkészül. Én nagyon bízom benne, hogy idén már azért el fog készülni. A költségvetésben szerepel az is, hogy a Kamarerdei óvodának a játszóudvarát fejlesztik, elkészül a harmadik ütem. Ez mit akar? Hát ezt egészen pontosan nem tudom, de úgy nagyjából azt hiszem, hogy ez az lesz, hogy az óvoda az ugye két helyen rendelkezik játszóterülettel, az egyik közvetlenül az óvoda mellett, a másik átmenvén a Beregszászi utcán, ott a Beszterce utca és a Beregszászi utca között van még egy pótterülete az óvodának, ami egy játszókert jelleggel működik, és annak az alsó részében egy ilyen gumitéglával fedett focipálya található, aminek a sarkai már kicsit följöttek az évek során a használat folytán, és hát ezeket kell kicserélni. Ha jól emlékszem, akkor ez lenne a második, vagy harmadik talán. Ez a két dolog, amit említettünk, ez gyakorlatilag az, ami idén történik majd Kamarerdőben? Én azt hiszem, igen. Tehát akkor gyakorlatilag erre számíthatnak most az ott élők. Vízelvezetés, egyéb sétányépítés, egyéb ilyen fejlesztés, az most akkor más nem történik, a pénz hiány miatt. Megint ez sem biztos, mert elkészültek a tervek a felszíni vízelvezetésére, vagy annak a folytatására a Kamarerdei úttól, fölfelé Toruckó úton egészen a Tétényi fennségig. Most miután a 11. kerületnél fölmerültek azon szándékok, hogy ott azt a hobbitelkes részt azt valamilyen módon hasznosítani fogják, fölvetődött az, hogy esetleg ők is beszállnának ebbe a csapadékvíz csatorna építésbe, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy így egy közös beruházásban ez is megvalósul, és akkor az a régi álom is megtörténhet, hogy a Besztercei utca kialakítása, aszfalt burkolattal fedése az megtörténhet. Azért a Kamarerdőn sétálunk, akkor látjuk, hogy sok új ház épül, de olyan nagyon nagy házépítést, nagyon nagy területbeépítést terveznek a közeljövőben? Tud ilyenről? Tehát ahol sok kis ház épül, vagy néhány nagy ház épül, vagyis ami jelentősen átalakítja majd a városrészt? Hát a város az nem tervezi, az egészen biztos, hogy a egyéni beépítések hogyan és mind zajlanak, azokat pedig utólag tudjuk meg, miután megváltoztatták a rendeleteket ez ügyben, azóta utólag, ha egyáltalán értesülünk arról, vagy csak arra járván veszük észre, hogy itt történik valami. Bejelentési kötelezettség sincs. Hát igen, mert 300 négyzetméter alatt engedély nélkül építhető, elvben meg kell felelni az építési szabályzatnak, de arról még, lehet nézegetni, arról még nem hallottuk, hogy az országban valamit lebontattak volna. Tehát elvéletileg megkapja előbb-utóbb a fennmaradási engedélyt. Még egy dolgot hadd kérdezek a költségvetésből, ebben az szerepel, hogy a Kamarerdei Közösségi Ház 13 millió forintot kap működésre. Ez sok vagy kevés? Hát ez nem sok tulajdonképpen. Hát a közösségi ház vezetőnek, a gondnoknak és a takarítóknak a javadalmazása rejlik el mögött az összeg mögött. Illetve a fűtés illetve, nem, az nem ebben van. Illetve a programok szervezésére kemény havi 150 ezer forint jut ebből az összegből. Most kicsit meg kell emelni, ugye miután a minimál bérnek az alsó határát föltolták, ezért ez most egy kicsit több, mint a tavalyi évben volt. Pedig a Kamarerdei Közösség az tényleg az elmúlt években rengeteget fejlődött, egész helyiségekben is, hiszen a posta, ahol korábban a posta működött, az is egy helyiség lett, tehát átalakult a közösségi ház, és tényleg rengeteg program van, hát de akkor ebből csak varázsló szinten lehet kigazdálkodni, vagy üzleti alapon, tehát úgy, hogy fizetős programokat szerveznek? Is, így van. Tehát egyrészt ügyes gazdálkodásra, nagyon, én csak elismerően tudok beszélni a közösségi ház vezetőről, nagyon jó, nagyon ügyesen szervezi a programokat, és bizony szervez olyan programokat is, ahol terembérlet fejében használják a termeket, és az így befolyó összegeket is ráfordítják a működésre. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, jöjjön máskor is. Szívesen máskor is. Elkezdődött az országgyűlési képviselőválasztás kampánya. Itt a Budaörsi Városi Televízióban mi azt vállaltuk, hogy minden egyes képviselőjelölt egy budaörsi kampány eseményéről tudósítunk.
emellett vitaműsort rendezünk majd a jelölteknek, és ingyenes hirdetési lehetőségeket is kínálunk. Sorozatunkban először a DK jelöltjének, Tóth Zoltánnak a fórumáról tudósítunk. Ebben a körzetben ő az MSZP jelöltje is gyakorlatilag. A két párt ugyanis megállapodást kötött, amelynek értelmében ebben a körzetben a DK-ét jelöltet, az MSZP nem. Tóth Zoltán egyébként választási szakértő, hosszú ideig dolgozott ezen a területen. A jelölt a fórumán nehezményezte, hogy nincs a parlamentben ellenőrzés a kormány tevékenysége fölött, és úgy fogalmazott, idézem, saját parlamenti képviselőik szolgálják a kormányt, a sztálini hatalomegység elve érvényesül, idézet vége. A klasszikus opera lelkesítő taktusaival indította el a kampányát Tóth Zoltán, a DK képviselőjelöltje Budaörsön, Pest megye 2. számú választási kerületének egyik helyszínén. Mint a DK, az MSZP, a PM és a Szolidaritás közös jelöltjét elsőként Avarkeszi Dezső ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Zoltán ismert ember, nem csak itt Budaörsön, ahol már nagyon régóta lakik, hanem az egész országban. Azt hiszem bátran állíthatom, hogy Tóth Zoltán az ország legkiválóbb választási szakértője, és amikor azt mondom, hogy az ország legkiválóbb választási szakértője, akkor ezzel nem is mondok eleget, hiszen Tóth Zoltánt nem csak Magyarországon tartják számon, mint ilyet, hanem nyugodtan mondhatom az egész világon. Tegnap is elmondtam Budakeszin, amikor például a Saddam rendszer Irakban megbukott, az ENSZ összehívott egy tanácskozást, aminek az volt a célja, hogy kialakítsák az demokratizálódó Irak új választási rendszerét, és arra is elhívták Tóth Zoltánt, hogy tanácsaival segítse ezt a folyamatot. De a világ számos országában vett részt megfigyelőként, segítőként, hosszú ideig egy nemzetközi szervezetnek is a vezetője volt. De nem csak kiváló választási szakértő, hanem meggyőződésem szerint az ország egyik legjobb közigazgatási szakértője. Bárány Balázs, aki szintén a jelölt mellett érvelt, az MSZP korábbi jelöltjeként éppen az ő javára lépett vissza a megmérettetéstől. Másik párt jelöltjét támogatni, nem mondom, hogy egyszerű dolog. Azt sem mondom, hogy örülök neki, hogy nem én vagyok a jelölt, hát miért mondanék, hazudozni nem fogok idejönni. De azt szeretném elmondani, hogy ha már így alakul a dolog, akkor az mindenképpen jó érzés tudni, hogy egy jó embert, egy jó jelöltet és egy jó politikust tudok támogatásomról biztosítani. Én azt tudom vállalni, hogy mindenkit arra fog buzdítani, hogy ha kormányváltást szeretne, akkor ebben a választókerületben szavazzon te rád. Székely Árpád, a DK Pest megyei 2. számú választókerületi elnöke Tóth Zoltánról a következőket mondta. A legnagyobb kárt azonban én a fejekben látom. A fejekben látom, amelyet ez a propaganda okoz, elhitet olyan dolgokat az emberekkel, ami nincs, és utána a valóságra újra fölépíteni egy demokratikus országot, az nagyon nehéz. És ekkor természetesen helyre kell állítani a törvényességet is. Ebben úgy gondolom, hogy a Pest megyei 2. választókerület, ha megválasztja dr. Tóth Zoltánt országgyűlési képviselőnek, akkor az országgyűlésben ez a választókerület nagy hozzájárulást tesz azáltal, hogy egy olyan szakembert delegál a parlamentbe, akinek igenis nem csak a választási technikák tudásában van szakértelme, hanem kodifikációs tapasztalata is van. Törvényesség helyreállítása nélkül nincs demokratikus parlamentarizmus. Tehát éppen ezért én szívből tudom javasolni a DK Pest megyei 2. választókerületi szervezete nevében, és kérek mindenkit pártszínekre való tekintet nélkül, úgy, ahogy azt itt Balázs előbb megtette, támogassa szavazatával. Aki a közigazgatásban dolgozik, az a közt szolgálja és nem uralkodik. Ezekkel a gondolatokkal kezdte bemutatkozását Tóth Zoltán. A mi célunk az, hogy a középosztályt és a szegényeket támogassuk.
Ez a mi elkötelezettségünk, és ezért fogunk dolgozni az elkövetkező években, és ezért akkor is fogunk dolgozni, ha egyébként nem győzünk a választásokon most. Akkor majd győzünk a következő választáson. Milyen feladatai vannak egy országgyűlési képviselőnek? Az első, amiről nyilván önök is a közéletből már tudnak, a törvényalkotás, és ennek az a specifikus része, amihez kifejezetten értek, a választás és az önkormányzati törvény. Ha képviselő leszek, mind a két tárgykörben új törvényjavaslatot nyújtok be az országgyűléshez. Ma 8 éve ellátatlan a parlamentben a kormány tevékenységének az ellenőrzése. Föl tudnak önök mutatni egyetlen sajtóhírt, hogy egy interpellációt nem fogadott el az országgyűlés? Föl tudnak önök mutatni egy törvényjavaslatot, amelyet nem tudott a kormány megvalósítani? Nincs ellenőrzés a kormány fölött, saját parlamenti képviselőik szolgálják a kormányt, a végrehajtó hatalom részévé váltak, és gyakorlatilag a Montesquieu-i hatalom megosztás elve helyett a sztálini hatalom egység elve érvényesül. Tóth Zoltán hangsúlyozta, hogy a választókerület 17 településének az érdekeit egyformán képviselni kell. Megválasztása esetén a legfontosabb helyi feladatai között a közlekedés, az iskolarendszer, az egészségügy és az önkormányzati jogok fejlesztése szerepel. Célja a békesség és a fejlődés biztosítása. Hamarosan napirend után megbeszéljük majd a város idei költségvetését és mindazt, ami a múlt heti képviselőtestületi ülésen történt. Löffler Dávid Fidesz-KDNP-s és Simándi Szelim BFS képviselő lesz itt mindjárt a stúdióban, de most még programajánló a Városi Magazin végén. A reflexológiás talpmasszást próbálhatják ki a Kamaraerdei Közösségi Házban csütörtökön 13 és 16 óra között. A kezelés ingyenes, időpontot egyeztetni a 0630 487 78 85-ös telefonszámon tudnak. Passió workshop lesz a Heimat Múzeumban a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében csütörtökön délután 3 órától. A programra elsősorban általános iskolás gyermekeket várnak. A Felperzselt Föld című feliratos kanadai filmdrámát nézhetik meg a Jókai Mór Művelődési Központ filmklubjában csütörtökön este 7 órától. A belépés ingyenes. A Két Lotti című előadást nézhetik meg a Budaörsi Latinovic Színházban pénteken délután 3 órától. A tematikus estjeiről híres Chameleon Jazz Band új műsorával tér vissza a Postart színpadára. A saját hangszerelésű slágerek ezúttal finom jazzes beütéssel ugyan, de popzenei alapokon szólalnak meg pénteken este 7 órától. És akkor már csak az elérhetőségeinket mutatjuk meg, ha van véleményük, kérdésük vagy hozzászólni valójuk, például a most kezdődő beszélgetéshez, vitához, ami a költségvetésről, Budaörs gazdálkodásáról és a múlt heti testületi ülésen történtekről szól, akkor hívjanak bennünket vagy írjanak nekünk, és ne menjenek sehová, néhány perc és jön a napirend után műsor. Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.